Államtitkár úr, képviselő, viszont válasz illeti meg, Öne a szó. Nagyon köszönöm államtitkár úr korrekt és rövid válaszát. Önmagában megdöbbentő tény, hogy körülbelül 70 millió forintot emészt fel egy ilyen rendezvény. Most érdemes lenne azt megfontolni, hogy olyan rendezvények esetében, amelyeknél előre borítékolható, hogy rendbontással jár annak az eseménynek a lebonyolítása, hogy a közbiztonság fenntartása érdekében a felmerülő költségek ne csak a rendőrséget terheljék, és így közvetett módon az adófizetőket, hanem a rendezvények szervezőit is. Ilyen szabályozás született egyébként például a labdarúgó mérkőzések esetében is, ahol ugye létezik a normál és a fokozott biztonsági kockázatú foci meccs, ismerünk jó pár ilyet itt Budapesten is, ahol a szervező kérheti azt, hogy a labdarúgó meccs térítés ellenében történő rendőri biztosítással folytatódhasson, és erről a költségekről a felek előzetesen meg kell, hogy egyezzenek. És hát további megoldást jelentetne az, hogyha az ilyen rendezvények esetén hát más helyszínt találnának a szervezők. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr, viszont válasz illeti meg államtitkár urat, Öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. A rendőrség a jelenleg hatályos törvények szerint jár el a rendezvények biztosításában, illetve az ezzel kapcsolatos tevékenységekben. Ezeket a hatályos jogszabályokat tartotta be 2011. június 18-án a rendőrség. Szeretném elmondani, hogy amennyiben ezek a jogszabályok változnak, akkor a rendőrség azokat a hatályos jogszabályokat fogja végrehajtani. Köszönöm szépen. Megköszönöm államtitkár úr válaszát, tisztelt országgyűlés. Steiner Pál, az MSZP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak. Mit csinál a kormány kormányzás helyett címmel? Miniszterelnök úr halaszhatatlan közfeladat ellátása miatt válaszadásra a Navracsis Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter urat jelölte ki. Kérdezem képviselőt, hogy elfogadja a válaszadó személyét, vagy miniszterelnök úrtól személyesen kéri a választ? Elfogadom. Igen, képviselő elfogadja a válaszadó személyét, megadom a szót, képviselő. Tisztelt miniszter úr! Örülök, hogy ön válaszol a kérdésre, mert közismerten tanítja is a kormányzást valamelyik egyetemen, nem tudom pontosan egyébként, hogy hol. Nemrég a sajtóban érdekes fogalom jelent meg, az a neve ennek a fogalomnak, hogy frakciókormányzás. Mint tanárembernek nyilvánvalóan nem kell elmondanom, hogy a közjogban ez egy igen érdekes fogalom, körülbelül a Kenta úrhoz vagy az összférhez hasonló, de azt kell mondjam, hogy mégiscsak nem egy sajtótúlzásról van szó, mert ha megnézzük az országgyűlés honlapját, akkor annak tanúsága szerint a jelenlegi kormány megalakulása óta a Magyar Köztársaság országgyűlés elé benyújtott törvényjavaslatok volt közül több mint 150 esetben jegyzi a Fidesz-KDNP frakció tagja, és csak 102 esetben jegyzi a kormány. Ha ez a frakció kormányzása, akkor ez valóban egy érdekes közjogi megoldás. Ennek a megoldásnak az eredményeként azt tapasztaljuk bizottságokban és máshol is, hogy az egyéni képviselők azon kívül gyorsíró és gyorsolvasói tevékenységről tudnak óriási eredményeket felmutatni, fogalmuk sincs az általuk előterjesztett indítványról, nemhogy előterjesztőként, de még vita záróként sem tudnak semmit mondani a saját magukkal jegyzett törvényjavaslatokról. Kérdezem a miniszter urat, helyesnek tartja ezt? Helyesnek tartja azt, hogy egyéni indítványokkal kerülik ki a társadalmi egyeztetést? Kérdezem a miniszter urat, hol készülnek ezek a törvényjavaslatok? Magánügyvédi irodákba, más helyeken, vagy hol? Kérdezem a miniszter urat, nincs tudás a kormány apparátusában, hogy ezeket a törvényjavaslatokat előkészítsék? És kérdezem a miniszter urat, hogy a settenkedő kormányzás helyett mikor fognak valóban kormányozni már? Köszönöm szépen! Köszönöm. Válaszadásra megadom a szót Navracsis Tibor miniszter úrnak. Öné a szó, miniszter úr. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt képviselő úr, kétségtelenül hízeleg, hogy valamit tud rólam, és kicsit bánom, hogy szinte mindent rosszul. Nem kormányzást tanítok, mert hogy azt nem szoktak tanítani egyetemen, azt mozdonyvezető iskolában szokták tanítani, meg autóvezető iskolában, hanem politikatudományt.
és nem valamelyik egyetemen, hanem az egykor az ön illetékességébe tartozó 5. kerületen elhelyezkedő ELTE állam és jogtudományi karán tanítók. De ennél lényegesebb az, hogy amit ön frakciókormányzásnak nevez, és az újságírók is frakciókormányzásnak nevezik, az valójában nem más, mint az, hogy országgyűlési képviselők élnek törvénykezdeményezési jogukkal, mert hogy van nekik ilyen. Ez egy parlamentáris rendszer, túl sok energiát most nem fektetnék bele ennek az elmagyarázásába, mert az előzmények után nem vagyok túlzottan optimista abban a tekintetben, hogy teljes mélységében átölelni az egész témát. De a lényeg az, hogy itt az országgyűlés választja egyébként a legfőbb közjogi méltóságokat, a politikai rendszer középpontjában az országgyűlés van, az országgyűlés pedig olyan képviselők alkotják, akinek a mandátumának egyik elengedhetetlen része a törvénykezdeményezés. Ha tetszik, ez a képviselői szabadság egyik csorbítatlan és csorbíthatatlan része. Amikor ön az ellen agitál, hogy képviselők törvényjavaslatokat nyújtsanak be, akkor valójában a képviselői szabadság ellen agitál. Ez nem frakciókormányzás, ez a parlamentáris rendszernek egy természetes működési formája. Legyen szabad emlékeztetnem önt arra, hogy volt olyan a szocialista kormányzás éveiben, amikor a költségvetés végül 3 összeomlott javaslat után képviselői módosító indítványként került be, Veres János pénzügyminiszter, országgyűlési képviselő által jegyezve. Tehát nem példanélküli a magyar parlamentáris tradícióban, most sem az. Az, hogy darabszámra hány törvény honnan kerül be, ez azért nem egészen jó tájékoztatás, mert tudjuk, hogy vannak kis szabályozású törvények, és vannak nagy szabályozású törvények is. Ez egy-egynek számít a darabszám szempontjából, jelentőségét tekintve azonban nem erről van szó. Köszönöm szépen a figyelmet. Megköszönöm államtitkár úr válaszát, viszont válaszra megadom a szót képviselő úrnak, öné a szó. Tisztelt miniszter úr! A kivételes eset az nem azt jelenti, hogy folyamatosan ezt kell csinálni. Nyilvánvalóan az a kérdés vetődik fel, hogy merik-e önök vállalni ezeknek a jogszabályoknak az előkészítésének a felelősségét. 150 eset, több mint 150 eset, az nem a képviselők jogainak a csorbítása, hanem a kormányzás azon magatartása, amelyet mondhatnunk gyávaságnak is. Mert azt gondolom, hogy egy kormány, ha megalakul, akkor feladata és kötelessége a törvény előkészítés folyamatában részt venni, feladata és kötelessége a társadalmi egyeztetéseket megtartani, még akkor is, hogyha tetszik ezen fanyalogni, mert ugyan most kioktatott engem rendesen, hogy mit tartozott az illetékességembe, önnel együtt jártam is oda arra az egyetemre, és megtanultam, hogy a kormányzás, ezt se tudom jól, nem baj. A kormányzás az egyébként valóban egy olyan tevékenység, amely az önök feladatkörébe tartozik, és önök ezt nem végzik el. Köszönöm szépen. Köszönöm. Miniszter urat viszont válasz illeti meg, ön a szó, miniszter úr. Köszönöm szépen a szót. Kicsit aggódva hallottam, hogy akkor azonos iskolában végeztünk, akkor a helyzet súlyosabb, mint gondoltam. De a lényeg az, hogy eddig éppen arról szoktak önök panaszkodni, hogy túl aktív a kormány, túl sok döntést hoz és túl nagy tempót diktál. Most ön, a szocialista frakció egyedüli tagjaként arról panaszkodik, hogy nincsen kormányzás az országban. Én most sem vetemednék arra, hogy képviselőtársaimtól elvitassam a törvénykezdeményezés jogát. Ön is annyi törvényjavaslatot nyújt be, amennyit akar. Én hangsúlyozom, a parlamentarizmust értéknek tartom, a parlamentarizmus a parlament szerepén és a parlamenti képviselők aktivitásán alapul. Kérem, hogy ön is tartsa tiszteletbe a parlamentarizmus hagyományát Magyarországon. Köszönöm szépen a figyelmet. Megköszönöm miniszter úr válaszát. Tisztelt országgyűlés, 15 óra 50 perc van. Az azonnali kérdések végéhez értünk. Áttérünk a kérdések tárgyalására. Tisztelt országgyűlés, Varga Zoltán, az MSZP képviselője kérdést kíván feltenni a Nemzeti Erőforrás miniszternek. Lesz-e esélyegyenlőség a kistelepülések közoktatásában címmel? Varga Zoltán képviselő urat illeti a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr. Május 31-ével lejárt az a határidő, amikor az önkormányzatok döntést hozhattak arról, hogy a fenntartásukban lévő közoktatási intézményekben
milyen változtatások lépnek életbe az elkövetkező tanévben. Legtöbb esetben a kérdés az volt, hogy az önkormányzatok fent tudják-e tartani, továbbra is működtetni tudják-e meglévő intézményeiket. Békés megye több településén történt intézményfenntartó változás e határidő után. 10 oktatási intézmény került egyházi fenntartásban. Látható az is, hogy az elmúlt egy év minden irányú intézkedése azt célozta, hogy növekedjen az egyházi iskolák, az egyház által fenntartott iskolák száma. A református egyházközösség az egyik békési óvodát és iskolát, továbbá az Orosházi József Attila általános iskolát vette át. Az evangélikus egyház a Mezőberény óvodát kapta meg, Orosházán, Batonyán, Kamuton, Gerendáson és Pusztaföldváron a katolikus egyház gondoskodik a következő tanévtől az átadott óvoda általános iskola fenntartásáról. Az utóbbi 3 kis település egyetlen iskoláját adta át az egyházi fenntartásba, ami azt jelenti, hogy ezeken a településeken nem lesz biztosítva a világnézeti semleges oktatás. Kérdéseim államtitkár úrhoz. Mit kíván tenni a kormány annak érdekében, hogy a fenti esetekben biztosítani lehessen a világnézetileg semleges oktatást? Május 31-ig hány oktatási intézményt vettek át az egyházak? És mennyivel fog a költségvetésnek többe kerülni az oktatási intézmények fenntartása? Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm, képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Halász János államtitkár úrnak. Önné a szó, államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Az elmúlt évek szocialista kormányainak intézkedései nyomán mintegy 5000 település 546 iskoláját zárták be önök. Ön az elmúlt években képviselőként itt tapsolt Gyurcsány Ferencnek és kormányának a parlamentben, amikor ezeket az iskolákat bezárták. Akkor miért nem állt föl? Akkor miért nem kérdezte meg, akár Gyurcsány Ferenctől, vagy Hiller Istvántól, hogy mit kíván tenni a kormány az akkori annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a világnézetileg semleges oktatást az adott településen. Képviselő úr, a helyi önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége a közoktatás lehetőségének biztosítása. Ezt a kötelezettséget a szülők egy része és a volt fenntartó számára is megkönnyíti az egyházi iskolák működése. Ez a lehetőség. Azoknak a szülőknek, akik nem akarják gyermeküket egyházi fenntartású iskolába adni, lehetőségük van más települések önkormányzati fenntartású iskolájába járatni gyerekeiket. Képviselő úr, második kérdését pedig pontosítanom kell. Május 31-ig egyetlen egyház sem vehetett át közintézményeket. Május 31-e annak a határideje volt, hogy az erre vonatkozó önkormányzati döntés megszülessen. Az átvétel tényéről augusztusig lesznek majd adataink. Arra a kérdésére, hogy mennyivel fog a költségvetésnek többe kerülni az oktatási intézmények fenntartása, az ön mellett ülő egyes frakciótársai tudják a választ, hiszen ők akkor is itt ültek az országgyűlésben, amikor a Horn kormány egyébként nagyon helyesen aláírta a vatikáni szerződést, ami alapján az egyházi iskolákat finanszírozzuk. A pontos összeget, mint említettem, éppen az adatok véglegesítése miatt augusztus végén lesz lehetőségem elmondani önnek. Kérem, fogadja el válaszomat. Köszönöm. Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés! Lenthárt Balázs, a Jobbik képviselője kérdést kíván feltenni a legfőbb ügyésznek. Mikor indítanak közérdekű keresetet a devizahitelesek érdekében címmel? Lenthárt Balázs képviselőt illeti a szó. Tisztelt ügyész úr! Közismert, hogy mekkora problémát jelent a magyar társadalomnak az úgynevezett deviza alapú hitelezésnek nevezett csalárd szerződéskötési gyakorlat, melynek révén a nemzetközi kartelt alkotó kereskedelmi bankok a 2000-es évek közepe óta szervezetten és gátlástalanul kifosztják a magyar lakosságot és a magyar vállalkozókat. Orbán Viktor említette május végén, hogy itt kifejezetten spekulációs cél merül föl. Miközben általában svájci frankhoz kötötték a hitel alapját, a valóságban forintot adtak az adósnak, aki forintot is fizet vissza, mégis árfolyamváltozásra hivatkozással srófolták folyamatosan felfelé a törlesztő részleteket. Ezt a értelmezés Szász Károly, a PSZ-ÁV elnöke is megerősítette. De a család és az ügyfelek kifosztására alapozó banki gyakorlat odáig ment, köszönhetően annak, hogy az első Orbán kormány 2001-ben egy jogszabályváltoztatással lehetővé tette, hogy állandóan emelték a kamatokat, a kezelési költséget és az egyéb díjakat, holott ennek semmi más alapja nem volt a bankok részéről, csak a féktelen mohóság, a profitérség.
Az ügyészségnek már korábban is lett volna lehetősége, hogy saját hatáskörében észlelje ezt a rendkívül súlyos társadalmi problémát, de nem lépett. A jelenlegi kormány július 1-től fokozatosan feloldja a kilakaltatási moratóriumot, aminek következtében százezrek válhatnak szó szerint földönfutóvá. Ezt minden eszközzel meg kellene akadályozni, és a Jobbiknak egyetlen eszköze, hogy felhívja az illetékes szervek figyelmét arra, hogy vétkes semmittevésükkel maguk is előidézői ennek a katasztrófa bekövetkezésének. Tisztelt ügyész úr, a PTK 209/B paragrafus 1-es bekezdése kimondja, hogy az általános szerződési feltételként szereplő tisztességtelen kikötés miatti érvénytelenség megállapítását az ügyészség is kérheti a bíróságtól, mely az érvénytelenséget a kikötés alkalmazójával szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal megállapítja. Meddig várnak még ennek a keresetnek a megindításával? Mikor jutnak el önökhöz a kétségbeesett, a kormány és az állami szervek részéről a bankokkal szemben szinte teljesen magára hagyott magyar emberek utolsó segélykiáltásai? Köszönöm szépen! Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, válaszadásra megadom a szót Varga Zsé András legfőbb ügyészhelyettes úrnak. Jön-e a szó. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Kérdésére három vonatkozásban lehet válaszolni. Ami a tisztességtelen kikötések érvényességét illeti, 2006. március 1-je óta a vállalkozók, vállalkozások, gazdálkodó szervezet tekintetében az ügyész csak akkor indíthat pert, hogyha ezek a kikötések a fogyasztói szerződések részei. Hogyha nem fogyasztói szerződések részei, hanem gazdálkodó szervezetek gazdasági egyéb szakmai tevékenységével kapcsolatos, akkor az ügyésznek ilyen perindítási joga nincs. Ami a fogyasztói szerződéseket illeti, különös tekintettel a magánszemélyekre, ezeknek is a tárgyát illetően, a polgári törvénykönyv 209. szakaszának 5. bekezdése szerint tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók, a főszolgáltatást megállapító, illetve a szolgáltatás és ellenszolgáltatás arányát meghatározó szerződési kikötésekre. A hitel vagy pénzkölcsön tekintetében a devizaértékben kikötés, illetve a törlesztő részlet forintban meghatározása ebbe a körbe tartozik, tehát ezek miatt nem lehet pert indítani az ügyésznek. A harmadik vonatkozás a kamatok, költségek, díjak és egyéb járulékos követelések kérdése. Ezek tekintetében a PTK 209. szakaszának 6. bekezdése azt mondja, hogy nem minősülnek tisztességtelennek ezek a feltételek, ha jogszabály előírásainak megfelelően határozzák meg őket. Na most a PTK mellett a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 96. évi 112. törvény 210. szakaszának 3. bekezdése is rendelkezik ezekről, azaz amennyiben a PTK, illetve a hitelintézeti törvény előírásainak megfelelően határozzák meg ezeket a kikötéseket, akkor az ügyésznek nincs alapja a perindításra. Természetesen azokban az esetekben, ahol a törvény előírásait megsértik, lehetőség van arra, hogy az ügyész ilyen pert megindítson, és amint az ügyészség 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló is utal arra, az ügyészség több ilyen pert indít, de minden egyes esetben a perindítás feltételét önállóan kell meghatározni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Megköszönöm legfőbb ügyész helyettes úr válaszát. Tisztelt Országgyűlés! Stágel Bence, a KDNP képviselője kérdést kíván feltenni a Nemzeti Fejlesztési Miniszternek. Mikorra épül meg a 11. kerületi Hamzsabégi útnál a vasútvonal melletti zajvédő fal teljes hosszúságában címmel? Képviselőt illeti a szó. Köszönöm a szót, tisztelt államtitkár úr! Sajnos évek óta nem történt érdemi előrelépés a Budapest 11. kerületi Hamzsabégi útnál kialakítandó zajvédő falal kapcsolatban. Így a környéken élők tovább szenvednek a vasúti forgalom okozta zajtól. Csupán egyetlen és igen rövid szakasz épült meg a Lágymányosi híd tövében, de a távolabb élők életkörülményeinek javítására már nem jutott figyelem. Pedig a zajvédő fal megépítését még inkább indokolná, hogy időközben több száz családnak otthonául szolgáló lakóparkok épültek a Hamzsabégi út közelében. A szocialista szabaddemokrata kormány, mint oly sok esetben itt is a halogatást választotta a cselekvés helyett. A MÁV-ot a zöld hatóság már 2005. októberében mérések elvégzésére kötelezte, majd szakértői vélemények is készültek a problémával kapcsolatosan.
Mind a mérések, mind a szakértői vélemények azt igazolják, hogy ezen a vasúti pályaszakaszon mindkét oldalon zajvédő fal megépítésére van szükség. Fokozta a problémát, hogy a vasúti töltéstől távolabb épült új házak magasabbak a korábbi épületeknél, ezért jóval több zajt vernek vissza, ezzel is súlyosbítva a hamzsabégi úti lakosok életét. Itt lenne az idő, hogy a zajvédő fal építésével érdemben javítsuk több ezer ember életminőségét. Kérdezem tehát államtitkár urat, hogy mikorra épül meg a Budapest 11. kerületi hamzsabégi útnál a vasútvonal melletti zajvédő fal teljes hosszúságban. Előre is köszönöm a válaszát. Köszönöm. Képviselő, válaszadásra megadom a szót Fónagy János államtitkár úrnak. Köszönöm, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. A kelemföldi pályaudvar és a déli összekötő vasúti híd közötti vasútvonalszakasz kétségkívül a MÁV egyik legforgalmasabb vonalszakasza. A vasúttársaság uniós kötelezettségének elegettéve 2008-ban elkészítette a közlekedési zajvédelemmel foglalkozó 5 éves intézkedési tervét. Az intézkedési terv szerint 2012 első felére elkészülnek a legforgalmasabb közlekedési útvonalak zajtérképei, mintegy 1000 km hosszon, és kijelölik a megépítendő zajvédelmi létesítmények helyét. Az ehhez kapcsolódó szakértői munka folyamatban van. A költségvetési keretek csak korlátozottan teszik lehetővé az uniós támogatás nélkül tervezett beruházások megvalósítását. A zajvédőfal meglévő része így a helyi önkormányzat forrásaiból épült meg a déli összekötő vasúti híd és a Fehérvári út közötti vonalszakaszon, hogy ön is említette, a MÁV területén. Az állami költségvetés keretein belül a folytatása egyelőre nem mutatkozik reális lehetőség. A MÁV készen áll arra, hogy a előbb említett szakértői vélemények megérkezését követően az újabb beruházás önkormányzati finanszírozása esetén a fejlesztéshez szükséges területet és a szakmai támogatást biztosítsa. Köszönöm a figyelmét. Köszönöm a figyelmét. Megköszönöm államtitkár úr válaszát. Tisztelt országgyűlés, Ercsei Katalin, az LMP képviselője kérdést kíván feltenni a nemzetgazdasági miniszternek. Mit jelent a rugalmas munkaerőpiac címmel? Képviselőasszonyt illeti a szó. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház! Önök a ház előtt rendszeresen értekeznek a rugalmas munkaerőpiac fontosságáról, OECD adatokat citálva. De míg a rugalmas munkavégzés a kormányprogramban még a családbarát jelző mellé került, újabban a munkavállalói jogok letöréséhez használják szinonímaként. A nemzetközileg használt flexicurity fogalomból, ami a rugalmasságot és a biztonságot egyszerre jelenti, önök kidobják a biztonságot, de valójában rugalmasságot sem teremtenek. A rugalmas munkaerőpiac egyrészt valóban jelenti azt is, hogy a felvétel és az elbocsátás gyorsan történhet, igazodva a piac elvárásaihoz. De a másik értelme magára a munkavégzése, annak rugalmas, atipikus módjára vonatkozik, ami a kisgyerekes nők számára kulcsfontosságú. A nők aktivitási mutatója 56%-on stagnál, és még soha nem született ennyire kevés gyerek, 10%-kal kevesebb, mint egy éve. Az Európai Tanács ajánlása is felhívja a kiemelten a Magyarországot arra, hogy változtasson. A 6 év alatti gyermekkel rendelkező, illetve nem gyermekes nők foglalkoztatási aránya közötti eltérés 33%-os, és arra inti a kormányt, hogy erősítse a nők munkaerőpiaci részvételeinek ösztönzésére irányuló intézkedéseket. A kisgyerekes nők rugalmas foglalkoztatása az a kulcstényező, amitől egyszerre nő a versenyképesség és a gyerekszám. Évi 30 ezer nőt lehetne visszavinni a saját állásába, ha nem a merev részmunkaidőt, hanem a rugalmas munkavégzést, az otthoni és a benti munka életszerű megosztását, magát a valóságot követnék a szabályozással. Itt hívom a fel a figyelmét azokra az összehasonlító kutatási eredményekre, amelyek kimutatták. Egészen más Nyugat-Európában a részmunkaidő hatása a gyerekszülési kedvre. Kelet-Európában a részmunkaidő egyenesen visszafogja a gyerekszülést, hiszen egy fizetésben nem lehet megélni. Tehát a részmunkaidői csapda nem opció. Államtitkár úr, várom válaszát. Mikor fogja helyesen alkalmazni a kormány a flexicurity fogalmát, és az Európai Tanács nem mellesleg a magyar nők elvárásainak megfelelően a munka és a család összehangolását valóban segítő intézkedéseket hozni, kinevezni a miniszteri biztost és végre munkához látni. Köszönöm.
Köszönöm, képviselőasszony, tisztelt országgyűlés, válaszadásra megadom a szót Szomba Sándor államtitkárúnak. Öné a szó, államtitkárú. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőasszony, valóban fontos témát feszeget, és valóban nem egyszerű dolog a flexicurity-t, a rugalmas biztonságot megfelelő módon alkalmazni. Hadd hívjam föl a figyelmét mondjuk Hollandia példájára, ahol ugye gyakorlatilag a ló másik oldalán vagyunk Magyarországhoz képest, hiszen Hollandiában a nők döntő többsége részmunkaidőben foglalkozik. Ez nem feltétlen 4 órát jelent csak, de általában ugye részmunkaidős foglalkoztatásra ez jellemző. És ott tartunk Hollandiában, hogy a holland kormány azt szeretné elérni, hogy a hölgyek a teljes munkaidőben, látom, hogy egyetért vele, hogy ön is ismeri ezt a statisztikát. Tehát valóban nagyon nem egyszerű ezt a kérdést olyan módon kezelni, hogy a rugalmasság és a biztonság megfelelő módon tudjon a munkaerőpiacon hatékonyan együttműködni. A kormány azt a nagyon komoly célt tűzte maga elé, hogy Európa egyik legrugalmasabb munkaerőpiacát szeretné az elkövetkezendő néhány évben elérni. Ehhez ugye a munkatörvénykönyv alapos módosítására van szükség. A kormány elkötelezett a napköziben gyermekvállalás férőhelyek bővítése mellett, amelyet a rugalmas foglalkoztatási formák, rugalmas munkaszervezeti módok és az egyéni élethelyzet figyelembe vevő család és munka összehangolását elősegítő innovatív programok támogatását célzó intézkedések segítenek majd. Emellett szeretném fölhívni a figyelmét, hogy 2011. január 1-től bevezettük a családi adókedvezményt, a részmunkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódóan újabb járulékkedvezmény segíti a gyermekgondozási szabadságról visszatérő nők munkaerőpiaci részvételét, és számos olyan lépés történt eddig is, és fog ezután is, amely kifejezetten a nők foglalkoztatását segíti. Az pedig, ami a nők munkaerőpiaci javításért felelős miniszteri biztos kinevezésének elmaradása arra vezethető vissza, hogy sajnálatos módon az ön által javasolt jelölt nem vállalta el a felkérést, de szeretném jelezni, hogy azon vagyunk, hogy megtaláljuk a megfelelő jelöltet, és néhány héten belül remélhetőleg munkába fog tudni állni a miniszteri biztos. Köszönöm szépen, megtisztelő figyelmüket. Köszönöm államtitkár úr válaszát. Tisztelt országgyűlés, Selmeci Gabriella a Fidesz képviselője. Kérdést kíván feltenni a vidékfejlesztési miniszternek, mit merjünk enni, avagy alapvető élelmiszerünk a kenyér is mérgező lehet címmel. Megadom a szót, képviselőasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, képviselőtársaim! Sajtóértesülések szerint az egészségügyi határérték többszörösét tartalmazó méreganyaggal, mikotoxinnal szennyezett liszt, péksütemény és még több más sütőipari termék került forgalomba. Az elmúlt években ez már sajnos a sokadik riasztás, amelyet a fuzáriumgomba valamelyik toxinjával szennyezett élelmiszer vagy alapanyaga a gabona miatt volt szükséges elrendelni. Mégis a riasztásokról és az ezek nyomán indult hatósági vizsgálatokról szóló közleményeken kívül kevés a hivatalos információ arról, hogy milyen érdemi központi intézkedéseket rendeltek el a további esetek megelőzésére. A mikotoxinok előfordulása, így elfogyasztásának következménye is komoly élelmiszerbiztonsági kihívást jelentenek. A toxinnal szennyezett élelmiszer felhasználása számos betegség forrása lehet. Még a legkörültekintőbb fogyasztó sem gondolhat arra, hogy szervezetét mikor érheti toxintámadás. Biztonságot nyújtana, ha forgalomba hozatal előtt kötelezővé tennék az élelmiszerek laboratóriumi vizsgálatát. Az élelmiszertörvény önellenőrzési kötelezettséget fogalmaz meg, és ennek a gyártó termelőnek az élelmiszerbiztonságot garantálva kell eleget tennie. Az előírások azt azonban nem számszerűsítik, milyen gyakran kell elvégeztetni a vizsgálatokat az önellenőrzéshez. A fentiek alapján kérem tisztelt államtitkár urat, hogy tájékoztasson bennünket és a közvéleményt arról, hogy jók-e ezek az értesülések, megfelelnek-e a valóságnak, illetve mit kíván a kormány annak érdekében tenni, hogy ha vannak fertőzött termékek az áruházak polcain, akkor ezek onnan lekerülhessenek, és hogyan áll az ellenőrzés ebben a szakaszban. Emellett nagyon szépen kérem, hogy mutasson abban irányt főleg a házi asszonyoknak és a vásárlóknak, hogy mire kell odafigyelnünk, amikor elmegyünk vásárolni, annak érdekében, hogy megfelelő körültekintéssel az egészséges árukat tudjuk választani, és tegyük be a kosarunkba. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselőasszony, válaszadásra megadom a szót Ányán József államtitkár úrnak. Öné a szó, államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőasszony. Valóban egy nagyon fontos kérdést vet föl, hiszen a
nemzetbiztonsága az manapság elsősorban nem azoktól függ, mint függött 200 évvel ezelőtt, hanem például az élelmiszerbiztonságtól. És éppen ezért a kormány nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy e tekintetben jelentősen előre lépjünk. Hadd mondjak el néhány adatot a vizsgálatokról, hogy lássuk, hogy milyen mértékű ez az ellenőrzés. 2010-ben 684 mintán történt vizsgálat, amelyeken 791 úgynevezett mikotoxin vizsgálat volt, vagyis a gombák.